Alig férnek el a virágcserepektől és a biciklitől a mentők, miközben egy beteget próbálnak kórházba vinni. Egy hónapja tette közzé ezt a figyelemfelhívó videót az országos mentőszolgálat. Arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy életek múlhatnak azon, ha akadályozzák a munkájukat. Mindig mondom, hogy pakoljanak el innen. A tűzoltók munkáját is rendszeresen nehezítik a zsúfolt lépcsőházak. A Társasházak napja elnevezésű rendezvénysorozat keretein belül a Moson-Magyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség ajtaja is nyitva állt a közös képviselők és a lakók előtt, hogy tájékoztassák őket a tűzbiztonsággal kapcsolatos előírásokról. Fontos tudni, hogy minden háromszintesnél nagyobb vagy 10 lakásnál több lakást befoglaló társasház esetében írásban kell meghatározni a tűzvédelmi előírásokat, ezt a közös képviselőnek kell megtennie, ezeket ismernie kell minden lakónak. Fontos, hogy a tűzoltók például meg tudják közelíteni az adott társasházat, és le is tudjanak parkolni, ha egy tűzesethez riasztják őket. A tűzvédelmi előírások betartását rendszeresen ellenőrzik. Igazából a középmagas épületeket minden évben hatóság ellenőrzés keretében ellenőrizik. Ez a 15-es lakóépületeket jelenti, ugye ott van a legnagyobb népsűrűség, ott van a legnagyobb veszély, én azt gondolom, hiszen a magasságból adódóan a tűzoltói beavatkozás sem egyszerű. Ezeket rendszeresen ellenőrizzük, de többi társasházokba is eljutunk. Szilágyi János elmondta, nem az a cél, hogy szankcionáljanak, de hozzátette, akik nem tartják be az előírásokat, akár pénzbírságra is számíthatnak.